Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 27-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ezen a képen az ördög látható. Ez nem szép és kellemetlen. Milyen gondolatai lehetnek most neki? Mint például, ez úgysem sikerül, ebből nem lesz semmi, ezek rossz gondolatok. De előfordulhat az is, hogy van valaki a környezetében, aki hazudik, hamis, és vannak itt ezek a bosszúságok. És pontosan ezen töpreng. A következő kártya mutatja azt, hogy milyenek az érzelmei. Ezen a képen a hold látható, és az utal az ő érzelmeire. Ő érzi ezt a hamisságot a háttérben. A hold jelenti az anyukát vagy anyai érzéseket is. Lehet, hogy ez a hamisság az anyukájától jön, vagy ha vannak gyermekei, akkor azoknak az anyukájától. Tehát ez utalhat az ő feleségére, vagy volt feleségére. A következő kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Az jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, és ő így tekint rád. Ti adjátok számára most az erőt, a lehetőségeket. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen látható az ostor. Ahol az ostor megjelenik, ott vannak viták, veszekedések. Ez nem kettőtökre utal, mert ő úgy tekint rátok, mint egy királynő, és ott van a hold energiája is, az ő vágyai és álmai, és ez beteljesül, ebben hisz. De az ő környezetében más helyzet van, valaki támadja őt, hazudozik, vannak itt bosszúságok is, azon kívül ezek a viták és veszekedések. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!